Magyarországon hatalmas kultúrája van a romáknak. A muzsikusoktól elkezdve egészen a teknővályókig számos olyan mesterség volt a 20. század elején és közepén, amit a romák végeztek. Ezen mesterségek művelői napjainkban már csak a hagyományőrzői szinten maradtak fent. A 19. alkalommal megrendezett Völgységi Romanap így a kultúrájuk megőrzéséről és annak átadásáról szólt. A roma kisebbség, akkor még cigány kisebbségnek hívták őket, az első ciklus óta azok már kiöregedtek, tehát nemük már most már a vezetők. Azok kezdték el ezt, hogy minden évben romanapot rendezzenek meg pályázati alapból, meg adományokból. Hát az adományok azok úgy sikeresek mondjuk, mert most is itt meg szeretném köszönni a város polgármesterének és a képviselőtestületének ezt a nagyon nagy segítséget, amit kapunk tőlük. Évről évre, minden évben 1.300.000 forinttal támogatják a romanapunkat. Hát természetesen abból az 1.300.000-ből nagyon szépen tudunk gazdálkodni. Több mint 80%-át a jó tanuló roma gyerekek ösztöndíjára fordítunk. Gálozdi Józsefné azt mondja, Bonyhád városa mindig nagy segítséget nyújtott abban, hogy a jó tanulók eredményeit elismerjék. Úgy véli, hogy ez az elismerés ösztönözheti őket arra, hogy továbbra is ugyanolyan kiemelkedő eredményekkel folytassák tanulmányaikat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt mondja, hogy a Roma Nap egyik fő üzenete az, hogy a különböző csoportok megismertessék egymással hagyományaikat, kultúrájukat. Ez a rendezvény abba segíti őket, ugye, hogy vannak ugye a beások, vannak a lovárik, vannak a teknősök, vannak a rumunglók, mindenkinek, minden egyes népcsoportnak ugye más a szokása. Más a tánca, más a muzsikája, és hát ez a fesztivál főként arról is szól, hogy egymás előtt bemutassák azt, hogy az ő csoportuk mit tud, mit tanult, mit hogyan kéne, milyen az öltözetük. Hát az összefogás, magyarul mondva az összefogás, tehát hogy próbálják összefogni magyarországi kultúrát, ugyanúgy a gasztróba, ugyanúgy a táncba. Én gondolom, hogy majd csak egyre jobb lesz. A roma kultúrához azonban nem csak a tánc és a zene kapcsolódik. Gálozdi Józsefné szerint a gasztronómia is fontos eleme a kultúrának. Bonyhád erre is kiemelt szerepet fordít, hiszen már a ma elkezdődött Tarkamarha Fesztiválon is szerepet kapnak a hagyományos roma ételek. Én is a Város Gasztronapján fogunk szerepelni a Város Gasztrokönyvébe. Megmutatjuk a hagyományos étkeinket. Bonyhádon van egy idős néni, Györgye Lászlónénak hívják, aki ma is főz nekünk, csak még nem érkezett ide, ugye, mert később hozza ő a kaját, amit főzött. Ő fog szerepelni a könyvünkbe, a gasztrót azt nagyon-nagyon-nagyon követjük, tehát fűszeresebben, erősebben, másképp főzünk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint a mai világban már egyre nehezebb megőrizni a kultúrájukat, hiszen kevés olyan ember van, aki tovább is adná a fiatalabb nemzedéknek kultúrájuk jellemzőit. Megőrizni igyekszünk átadni a gyerekeknek, átadni az unokáknak, odaállítjuk őket a kájhához, hogy figyeljék, ezt így kell, úgy kell. Tehát próbáljuk átadni, próbáljuk, amennyiben sikerül átvenni. De hát nem sok családban sikerül, mert a mai gyerekek azok már nincsenek ahhoz szokva, hogy a kájha mellett ülnek, aztán kavargatják az edényeket. A Völgységi Roma Napon az érdeklődők különböző táncegyütteseket nézhettek meg, és hagyományos roma ételeket kóstolhattak.